Wake up, Tenno! Sziasztok, Fúj vagyok. A február 28-ai napon sok minden fog történni, mint ahogy a korábbi Warframe-eknél is, itt is szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy melyik frame fog bekerülni a Prime Vault-ba. A soron következő a Vault Prime lesz, és a vele együtt megjelent Odonata Prime. Hát kezdeném is egyből a drop helyekkel, itt láthatjátok a Vault Prime drop helyeit. Az Odonata Prime drop helyeit pedig itt láthatjátok. Azért azt itt is kiemelném, ha még valaki esetleg nem tud róla, hogy magát a Vault Prime-ot és az Odonata Prime-ot továbbra is lehet majd farmolni a képen látható relikekkel. Azaz a relikeket fogják kivenni, viszont ha birtokában vagy, akkor bármikor ki tudod farmolni őket, persze a kellő szerencsével. Szóval érdemes most inkább magára a relik gyűjtésre fókuszálnotok. A szettek jelenleg elég olcsóak, 100-120 platinum között mozognak, így nem igazán az értékes darabok közé tartoznak, persze ki tudja majd mit hoz a jövő, minden esetre szerintem érdemes egy-két szettet összeszedni mind a kettőből. Másrésztről ezen a napon kerül be a Banshee Prime is, és a vele együtt megjelenő Eufona és a Helios Prime is. Nos, itt láthatjuk a Banshee alapértékeit is, 100 élet, 100 shield, 65 armor és 175 armor. Ha jól emlékszem, az alapnak 15 az armorja, és 150 a powerje, úgyhogy elég sok armort kapott, és egy relatíve kicsi, de kapott powert is. Úgyhogy egész jó lesz ez a Prime verziója, úgyhogy ezt várjuk mindenképp. A másik pedig az Eufona Prime lesz, aminek szintén kurva magas alapértékei vannak, 292 impact damage-e van, a punch through és a slash a szinte eltörpül a impact mellett, úgyhogy ez egy hatalmas erővel bíró fegyver lesz majd, ugye egy secondary. A magazin amúgy 5 még, ami, és a státusz ugye igen kicsi, a critical chance meg 30% az igen magas, tehát a státusz build-rel is az szinte felejtős ennél. De reload is egy kicsit lassúnak tűnik, de amúgy ez egy egész erős fegyver lesz. Ha jól látom a videókban, amik már kikerültek a fegyverről, meg ugye a deathstreamekben benne voltak, egy hasonló lesz, mint a barrelok, tehát mikor lősz fel, akkor így pörgeti azt a fegyvert is. Szerintem ez leváltja simán, mondjuk már én most nagyon használom a barrelokot, de ez biztos egy egész hatalmas erővel bíró secondary fegyver lesz, úgyhogy mindenképp várjuk ezt. És ugye ez egy Eufona Prime, ugye ilyen, ebben nincs alapverzió, tehát ez csak egy Prime fegyver lesz, tök jó, ilyen nem nagyon volt még, azt hiszem, most így nem tudok rá így hirtelen fejből például, biztos van rá, de így fejből nem tudok, hogy amiből Prime jön ki előbb, mint hogy normál, lehet ebből is lesz normál, nem tudom. Úgyhogy jól néz ki, úgy kinézetre is fasza, várjuk, jó fegyver lesz ez is. És itt az utolsó, a Helios Prime, és ugye a Destructor Prime, vagy mi a tökön fegyver való hozzá, ugye ez egy ebben szem melee modokat használ, most ebben nem vagyok biztos. De a Helios Prime lesz ugye a harmadik dolog, ami kijön vele. Én nagyon szeretem a Helios, nagyon sok helyre, azt hiszem, hogy ez alapból a Codex szkennereket használja, és ugye lefotózza nekünk az enemit, úgyhogy egy tényleg nagyon hasznos kis szentrél, talán az egyik leghasznosabb, legalábbis szerintem az tud lenni. Jól néz ki, hogy ezt is jól megcsinálták ennek a Prime verzióját. Sentinelből ugye volt a Carrier Prime-nak, vagy a Carrier kapott egy Prime verziót, és most már a Helios is kap egy Prime verziót, ez mindenképp egy jó kis Prime lesz. Nos, így röviden ennyit is szerettem volna ezekről nektek mondani. Várjuk a Banshee Prime-ot, addig jó farmolást nektek, és hát remélem tudtam nektek segíteni. Sziasztok!